No. Szavaztok. Na gyermekek. Ilyen se volt még a csatornán. Stíl 070 AV. A kisebbik nagy kontra, boldog tulajdonosa, olasz Gege Gábor. Frissen érkezett, Barnószki Csaba által lett felújítva. Meg lehet nézni, hogy hogyan dolgozik egy igazi veterános. Az a baj, hogy akármilyen tiszta a kamera lencse, meg mit tudom én, meg akármilyen fasz a kamerád van, ezt bazd meg a videó nem fogja visszaadni. Az a baj. Annyira. Ja, fordíts meg, légy szíves. Megmutatjuk a másik felét is. Csaba elmondása szerint három darabról tud, illetve ezen a gépen kívül kettőről még Magyarországon, illetve az országban, ami ilyen állapotban van, 070-es kontra. Ugye azt már tudjuk, hogy a Gegének van egy ilyen veterános gyűjteménye, ami egész jól ki van most már teljesedve, igaz? El lehet mondani. Egyedül még egy gép hiányzik, ha jól tudom, a 090, ami majdnem ugyanez, csak egy kicsit nagyobb elvileg, de ez a gép se túl kicsi, ugye azért azt lehet látni, hogy nem tudom, tegyünk mellé egy másik láncű részt. Ja. Jó, úgy igen, a láncvezető is elég nagy, nem is tudom mekkora az, 75-ös, 90-es? 90-es láncvezető. De maga a géptes, ha visszateszed oda az izére, oda a satupadra, itt van ez a 020-as, mondjuk ha mellé dobjuk, akkor azért lehet érzékelni, hogy itt a így közelebb fadalakjuk, mondjuk ezt így felülnézetből, itt lehet érzékelni a méreteket, ugye, hogy végül is mi a 3D-s különbség a két gép között méretben. Persze, 40 köbcenti kontra 106, ugye? 106 köbcenti a nagy. Ezt félre is tesszük, úgy. Beszélünk egy kicsit erről a csodabogáról. Azon kívül, bocsánat, hogy meghúztam. Azon kívül, hogy ilyen gyönyörű állapotba hozta fel a Csaba, úgy mondjuk amúgy se volt ez úgy nagyon lepukkadva, igaz? Nem volt ez úgy nagyon lepukkadva, hál' Isten. Voltak ilyen gyújtás problémájai, amivel meg kellett neki küzdeni, illetve nagyon-nagyon sokáig állt ez a gép, tehát ez is egy pajtába volt így kirakva, elrakva. Fakitermelők használták valamikor, sőt azt is elmondhatjuk, hogy valamikor még te ezzel döntöttél. 94-ben. Csököztével, igen, tuskózás. Ez a gép, ez 106 köbcenti, azt lehet róla tudni. 58-as hengerfurattal és 40-es löket hosszal, tehát egy abszolút atomnyomatékos valami. Papírforma szerint talán 6 lóerő a teljesítménye, de ugye ez ezeknél a paramétereknél nem a lóerő itt a lényeg, hiszen a végfordulat ennél a gépnél az maximum 7000. Tehát ilyen 6 és 7000-es fordulatnál produkciózza már a 6 lóerőt, ellentétben a mostani gépekkel, ugye, amik 9-10 vagy 11 ezres fordulaton üzemelnek. Tehát ez még nem az a kategória, az a atompörgős meg a ízés, viszont traktor, tehát erre rá lehet úgymond feküdni, rá lehet hasalni. Most az a terv, hogy kivisszük majd, azt elindítjuk, most feltöltöttük nemrégibe üzemanyaggal. Jelenleg ugye még azt is mondjuk el, hogy ez a legnagyobb a gyűjteményedben, igaz? Uh-huh. Ez a legnagyobb. Azt lesz majd egy film még majd a többiekről is, ha minden elkészül. Egy ilyen
kis bemutató, de ezt erről a gépről kell egyet így külön csinálni, úgyhogy ja, meg még azt akartam volna elmondani, hogy nem tudom, a súlyát azt nem néztük meg, de a gyerekek, ez brutális, tehát azért itt még azt a kurva, még az a Schwarzeneggernek is simán elmehetné egykezes bicepsre gyúrni vele, bőven 15 kiló körül lehet így felszerelve. Szerintem a gép az 13 lapla, ja 15. 15 vagy az fölött, tehát megvan a súly, de ugye nem bokrászni, meg nem ágazni van ez kitalálva. Ez ugye, sokan jönnek ezzel, hogy ilyen, meg olyan, meg nehéz, meg mit tudom én, bármelyik nagyobb fűrész, persze, hogy nehéz, de az neked nem arra van kitalálva, hogy dobáld meg emelgest, hanem gyerünk darabolásra, illetve döntővágásnál, ott mondjuk többet kell emelgetni, de mindegy, ennek a gépnek már nem is az a funkciója, hogy forgassuk, meg üzemeltetjük, ez már egy pócos masina lesz, megmutatom azért közelebbről, így vannak a kezelőszervek itt, korabeli technológia szerint. Sok kis kütyű, a eredeti kapcsolója, ugye gyújtás kapcsoló szivatókkal, illetve a gázretesz, van minden. Szinte ugyanaz az elv, mint a mostaniaknál, még el lehet mondani, tehát szivató, gyújtáskapcsoló, gázretesz. Nagyon sok most frissen gyártott láncfűrésznél még ez van. Ja, még ide belekukkantunk, légszűrőfedél, és egy két részes. Így dolgozik a csománk. Hogy az egész gép ez le lett por, vagy homokszórva, igaz? Vagy nem is tudom, nem homokszórja, vagy csiszolja. Fémtisztára és gyári festék. Tehát ez a stílnek a gyári festékével dolgozik, amennyire én tudom. És minden, gyerekek, még a tanksapkák is az eredeti szint kapták. Tehát nem csak a blokk, meg nem csak ahol látszik, érted, hanem ez totál szét lett szedve, totál ki lett takarítva, le lett ezébe csiszolva, és totál át lett festve, fel lett javítva. Így néz ki a levegőszűrő ezekben. Illetve ott van egy akkora karburátor, mint egy MS-180-as körülbelül. Maga a karbi akkora, mint 180-as láncfűrész. A tengerfedelet nem veszünk már le. Azt megpróbálom így érzékeltetni, hogy az én kis tenyerem brutál. Tehát maga a henger is. Tehát ugye 100 köbcenti fölött van a gép. Itt van egy nem automata, hanem egy lenyomós dekószelep. Elvileg ezt be kell nyomni, és addig kell tartani, amíg megrántod, végig nyomva kell tartani. De majd hamarosan kiderül, mert ugye kivisszük és elindítjuk. Úgyhogy volt már indítva ugyan, de akkor még nem, tehát még a restaurálás előtti állapotban. Bár gyújtás problémák azért voltak vele, de amúgy szép hangja van. Nagyon szép hangja van. Még annyit, hogy ez évjáratban. Azt tudjuk, hogy mikori? Csaba elmondása szerint az a 70-es évek első fele. Tehát akárhogy is nézzük, közel 50 éves a masina. Közel 50 éves. Ugye a korabeli antivibráció, ilyen pirinyó kis gumibakokkal megoldva itt is. Talán ezek voltak ugye az elsők a kontrák, amik megkapták azért a AV-s típusú jelzést, ugye antivibration, illetve egy ilyen szexi kipufogó, ami inkább hasonlít valami földön túli lényre, de nagyon szuggesztív megjelenést kölcsönöz a gépnek ezekkel a tüskékkel is, amik gyárilag ilyen színűek voltak valamikor. Szóval Csaba is faszán visszavarázsolta, úgyhogy parádés, 070-es. Szerintem mindent elmondtunk róla. Ja, még azt említsük meg, hogy 404-es a láncosztás, tehát traktorlánc,
ugye 880-asokon van még ez a lánc, meg a nem is tudom, 881-esen, máson nincs. Más a lánc. Ennyi. 0,70, kivisszük, elindítjuk, aztán a továbbiakba, meg majd lesz egy vágásteszt, majd vastag fába, még ebbe a videóba, ehhez hozzá lesz az csatolva. Na, menjünk ki! A szivató kint, gáz, retesz, meg a gyújtás, szerintem nézve fel, van gyújtásom? Akart volna indulni, mi? Szerintem ne nyomd a dekorszelepet már. Szeletnék ki. Na, kell a szivató. Húzd ki a szivatót, mert nem kattant. Úgy. Szelepet ne nyomd vissza. Ugye a szelepet engedd már el, szerintem. Úgyhogy a szivatót most félig nyomom csak vissza. Ja. Tudod? De a szelepet se fogom benyomni most. Igen, ez ilyen. Tehát ez ilyen. Ez ilyen. Híban. Itt elasztó az nincs. Hát kell a szelep. Hát majd megnézzük az izébe, nagy fába, terhelés alatt, hogy viselkedik. Úgyhogy ennyi, előzetesbe. A 0,70-es. Titka most, hogy ezt meg kell kibaszottul kergetni. Meg kell kergetni, hogy kicsit izéljen össze, érjen össze. Meg kéne élezni a láncot, mert ez így eléggé hiteltelen.
Hát ez a gép, ez ennél jó, ha többet tud. Ja. A szétszentség, mert 140 kilóban neki feszülök se lehet megállítani. Csak éppen nem harap túlságosan a lánc, az el lett egy kicsit anyagúval. Úgyhogy jövünk vissza most mindjárt egy élesebb lánccal, mert ez így nem túl hiteles. Úgy kibaszott erő van benne, az biztos. Hát... Na gyerekek! Néhány csavarintás a karburátoron. Mert lehet ám állítani ezt is, csak rá kellett jönni, hogy hol. És ha magára talált a gép. Jegemester láncot hozza ki éppen. Úgyhogy összerakjuk és jövünk vissza megint egy valamivel hitelesebb vágást tettel a 070-es szörnyeteggel. Ennyi van megtiszteltetés? Megpróbálom tenni. Elvileg meleg. Igen. Állítva egy kis. Ennyi volt. Beleraktunk körülbelül 6 decit, vagy ja, 6-7 decit. Ennyi volt. Hát mindegy. Hát 5-nél több volt azért, vagy volt. Ja. Mindegy, gyerekek. Ez így megy. Vagy teszünk bele még? Ez azért recsegett már be megszabályozott. Ja, üres. Csont üres, ja. Elég szabályozott be. Mindegy, elég volt egyenlőre, majd lesz úgyis. Majd, ha lesz találkozót, ki lesznek rakva. Meg amúgy is ízlelje a laza a lánc, és nem lehet megfeszíteni jobban. Ki kell majd egy szemet venni. Úgyhogy elbúcsúztatjuk a masinát a filmbe. Ennyi volt a bemutató. 070, ez így sikerült. Én azt mondom, hogy kibaszott bivajegyjelé van ebbe a gépbe. Nem az a feeling, mint a 661, meg ezek, meg a 880, vagy 881, az egész más, ez egy traktor, tehát na ez egy igazi traktor tényleg. Akkor még milyen lehet a 090, igaz?
Na, gyerekek, vagyatok rosszak, szavaztok.